teljesen szabadok vagyunk, gyerekeimmel sakkozunk, játszunk, puszilgatom őket. Sokan nem ismerték ezt a szót, hogy csóklászni, lehet, hogy nincs ilyen szó. Ezt én egy hete vasárnap használtam. Márki-Zay Péter időleges szövetségesei nélkül állt színpadra április 3-án este. A baloldal kolosszálisat bukott. A Fidesz-KDNP rekordgyőzelmet aratott. Azóta pedig zajlik az ellenzéki bűnbakkeresés. Vajon MZP volt a hibás, vagy Gyurcsány, vagy a program? Nézzük! Ha valaki azt gondolja, hogy nem lehet nyerni, akkor neki azt is kell gondolnia, hogy a Fidesz sokkal erősebb, mint 2018-ban volt. Én ezt nem hiszem. Akkor a győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik. De Brüsszelből egészen biztosan. Borzasztó az élet Magyarországon, mégis soha ennyien nem szavaztak a kormányzó pártokra. Ezt valahogy meg kellene magyarázni. Voltak is próbálkozások. Ha egy leendő miniszterelnök jelölt, azt az ambíciót tűzi ki, hogy ő leváltja azt az ellenzéket, amelynek élén győzni kellene majdan kormányozni, akkor ezt öngyilkosságnak hívják. Persze MZP nem így látja. Az ex-kormányfő jelölt nem marad csendben, már is visszatért a másfél órás vasárnapi élőzések hagyományához. Vissza is szólt Gyurcsánynak. Most tudjuk, hogy egy bolsevik pártban elég utasítani a főnöknek, hogy most őt kell támadni, és mindenki ráugrik. De nem csak a bolsevik pártvezető fakadt ki a hódmezővásárhelyi polgármesterre. A választók pedig értékelték Márki-Zay Péternek a teljesítményét. Nagyon sok elhibázott kijelentés volt az elmúlt időszakban. Mindig ott álltunk mellette, akkor is, amikor árulózta az ellenzéket. Mellette vagy mögötte? Péter, ott állunk mögötted egy emberként mindannyian és egységesen. Kétségtelen, a Jobbik nagy munkát tett bele a kampányba. Nagyon nagyot mentünk, sokat talpaltunk, tehát a beletett fizikai munkával egészen biztos, hogy nem volt probléma. Zékárpád Dániel, a Jobbik alelnöke látszik náci karlendítéssel, miután felemeli a kezét, nevetni is kezd. Pikáns körülmény, hogy a Jobbik ma már a DK legszorosabb szövetségese, és most együtt szidják a kapitányt, a többiek meg inkább védik. Ahogy azt a hatpárti baloldalon már megszokhattuk, mindenki másképp csinálja. Ezek a választópolgárok nagy tömegét nem érdekli, hogy milyen kormányzati struktúrába gondolkodtunk. Elitista volt, egy ilyen teljesen abszurd, nagyon kevés embert érdeklő dolgokról beszéltünk. Tartalmi probléma volt, amit mondtunk, az volt rossz. Ezt a választást közösen buktuk el, és a döntő ok szerintem az, hogy a háborúra adtunk rendkívül rossz választ. Rossz volt a politikai ajánlat. Nem lehet azt mondani a háborúra, a kitörése pillanatában, hogy Orbán azonnal határolódjon el Putyintól, meg Putyin Orbán, Orbán Putyin, miközben nem mondod hangosan, hogy béke, és nem mondod, hogy szociális biztonság. Zajlik tehát a gyászmunka. És érkeztek egészen érdekes magyarázatok is, lássuk csak. Hogy nem az ő agyuk van átmosva a Fidesz propaganda által, hanem az enyém van átmosva a budapesti propaganda által. A bűnbakkeresés és a magyarázkodás mellett a nagy kérdés most nyilván az, hogy merre tovább ellenzék. Már mindent kipróbáltak, a következő hetek izgalmasnak ígérkeznek. Egy darab lesz szerintem, és az Gyurcsány Ferencnek fogja kívni, és az elég egyértelműnek tűnik. Ez még szerintem azért. Az más kis érre, ezzel mire lehet eljutni, de hogy ő föl fogja falni őket gramra a következő hetekben, hónapokban, és már az új parlament sem úgy fog felállni, ott lesz majd MSZP frakció és társai, abban nagy összegben itt a nyilvánosság előtt fogadok. Az állami támogatás maximalizálása miatt ugyanakkor formailag biztos megmaradnak a külön ellenzéki frakciók. Viszont Gyurcsány rákapcsolhat, megvalósíthatja a régi álmát, újra maga alá gyűrni a baloldalt. Talán a Momentum próbálkozhat némi különutassággal, de erre nem vennénk mérget. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges felületen. Köszönjük!